Jó estét kívánok, köszöntöm a közügynézőit. Újra Papp László lesz a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Debrecenben, ezt Kósa Lajos a Fidesz helyi szervezetének elnöke jelentette be nemrégiben. Ez azt jelenti, hogy győzelme esetén Papp László folytathatja azt a munkát, amit 5 évvel ezelőtt elkezdett. A város megerősítését ígérte, és már is vannak komoly eredmények, de a folyamat még javában tart. Erről is beszélgetünk a következőkben. Papp László polgármester a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. No hát először is a gratuláció az mindenképpen jár, hiszen önmagában ez is egy, azt hiszem egy rang, hogy jelölt lett ismét a polgármesteri pozícióra Debrecenben, de gondolom, hogy azért valahol számított rá, vagy reménykedett benne, hogy folytathatja, amit elkezdett 5 évvel ezelőtt. Igen, hát amikor az ember politikára adja a fejét, akkor bizonyára vannak elképzelései, hanem is a előmenetelben, hanem a konkrét munkában, a feladatokban mindig megtalálja a jövőképét. Én így voltam ezzel 5 évvel ezelőtt is, amikor megkaptam azt a megtiszteltetést, hogy egy először is jelölt lehettem, és aztán pedig megkaptam a debreceniek bizalmát, és valójában nem csináltam mást, mint amiről 2014-ben beszéltem. Ahogy itt a felvezetőben elhangzott, valóban a város gazdasági erejének növelését, annak megerősítését ígértem, és azt mondtam, hogy ebben az 5 évben arról lesz szó, hogy hogyan lehet Debrecen gazdasága sokkal erősebb, mint ahogy korábban volt, és ennek megfelelően történtek a dolgok. Létrejött munkahelyek száma, a beruházások, munkahelyteremtő beruházások mind-mind alátámasztják azt a víziót, amelyet 5 évvel ezelőtt megfogalmaztunk. Én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben Magyarországon mindenféle szerénytelenség nélkül mondhatjuk azt, hogy Debrecen a legsikeresebb város. Ha csak a 2018-as esztendőre gondolunk, amikor a Magyarországra érkező külföldi munkahelyteremtő beruházások értékének az egyharmada Debrecenbe érkezett, Debrecenbe jött, ez már önmagában is elegendő. És hát reményeim szerint folytathatjuk ezt a munkát, mert távlatos elképzeléseink vannak, hosszú távú 2030-ig, illetve akár 2050-ig terjedő időszakra gondolkodunk előre Debrecen jövőjét illetően, és hát bízom benne, hogy az elmúlt 5 év teljesítménye, eredményei adnak okot bizakodásra, és bízom benne, hogy a debreceniek bizalmát továbbra is élvezhetjük. Mielőtt ezekről a konkrét dolgokról beszélgetnénk, egy személyes jellegű kérdést, ha megenged, mennyire volt nehéz belerázódni ebbe a szerepkörbe? Azért egy polgármesteri pozíciót átvenni egy ekkora városban, Debrecenről van szó, mindig is mondtuk, hogy mégiscsak különleges város, más jellegű város, mások a lakói, ugye a civisekről beszélünk. Nehezen jött bele, emlékszik még arra, hogy milyen volt az eleje, most nyilván nem arra kérem, hogy ezt az egész ciklust értékeljük. Kicsit ilyen szempontból milyen volt az elmúlt 5 év? Nagyon, nagyon különleges érzés Debrecen polgármesterének lenni. Az ország második legnagyobb városa, egy nagyon sokra hivatott város, hogy az ember jól nyúljon bizonyos dolgokhoz, ügyekhez, hogy jól jelölje ki a célokat, ahhoz feltétlenül fontos, hogy ismerje, egészen jól ismerje a városát, legyen tisztában a saját, illetve a város képességeivel, és erre építsen föl egy víziót. Nekem 16 év előéletem van ebben a tekintetben. A válaszom konkrétan a kérdésre, hogy igenis, meg nem is, mert hiszen első számú vezetőnek lenni egy városban, az felelősségben, presztízsben, megtiszteltetésben, mindegyik kategóriában hatalmas dolgot jelent. Az eleje az különösen nehéz volt, éppen azért, mert egy teljesen új csapattal indultam. Mindegyik alpolgármester, amelyik mellettem, vagy akik mellettem dolgoztak az elmúlt 5 évben, és bizony benne, hogy fogjuk tudni folytatni. Újak voltak számukra ez a feladatkör, volt, aki egészen új emberként, új fiúként lépett be, ugye Barcsa Lajos alpolgármester úr a politikai életbe. De én úgy értékelem, hogy mindhárom alpolgármester jól vette föl a fonalát a dolgoknak. Az elején egy picit rám több hárult, de aztán ugye a középtáján a ciklusnak már mindenki magabiztosan mozgott a saját területén,
de utána meg a feladatok, meg a kihívások jelentek meg. Az elején a város üzemszerű működését fönntartani, azt továbbvinni, kijelölni a főbb prioritásokat, célokat, irányokat, az ahhoz, hogy ezeken a területeken sikereket érjünk el, az ahhoz szükséges alapfeltételeket, személyi, anyagi, szervezeti feltételeket megteremteni, kiépíteni volt nehéz, és utána pedig, amikor ez már működött, akkor jöttek a lehetőségek, akkor az adta a nehézséget, hogy azokat megnyerjük, hogy azokat megfogjuk a városnak. Sokszor beszélgettünk itt erről, egy olyan 5 év van mögöttünk, ahol tényleg számolatlanul jöttek szembe velünk a lehetőségek. Ugye nagy cégek, pályázati lehetőségek, és én úgy voltam vele, hogy semmit nem szabad elengedni. Amit meg lehet fogni, azt markoljunk meg, tartsuk itt a városban, erősödjön, épüljön tőle Debrecen. És hát a nagy részét sikerült is. Nem minden sikerült, természetesen van, amit időlegesen vagy véglegesen el kellett engedni, de azért én azt gondolom, visszatekintve az elmúlt 5 esztendőre, hogy van mire büszkének lenni ebben a városban. Tényleg gazdasági erőben olyan mértékű előrelépést tettünk, hogy én bátran mondom azt, hogy a következő évtized közepére Debrecen ennek a nemzetközi régiónak és egész Magyarországnak a legerősebb gazdasággal rendelkező városa lesz. Nyilván nem számítva a főváros, mert ez egy másik kategória, de szerintem joggal mondhatjuk, hogy gazdasági téren a legnagyobbat léptünk előre. Gondolta volna ezt akkor, amikor átvette ezt a pozíciót, hogy az ilyen sikersztori lesz, hiszen ki lehet mondani tényleg Debrecen az ország legdinamikusabban fejlődő városa. Egy 5 éven keresztül tartó sikertörténet az önpolgármestersége eddig legalábbis mindenképpen, de gondolom, hogy ez azért inkább vágy volt, mint konkrét cél akkor. Ezt persze nem gondolhatja teljes magabiztossággal az ember, hogy ezt a célt, vagy ezt az eredményt el tudja érni. De hát az irányokat, azokat még polgármester jelöltként jelöltem meg, fogalmaztam meg. Például, hogyha visszaidézik a 5 évvel ezelőtti nyilatkozataimat, akkor azt mondtam, hogy akkor lennék elégedett, hogyha a ciklus végére Debrecen város adóbevételei, a gazdaságból származó iparűzési adóbevétele növekedne egy olyan 30%-kal. Ugye 2018 év végére ez egy 42%-os növekedés. Tehát a prioritás az volt, hogy a város gazdasági erejét növeljük, nyilván nem adó emeléssel, hanem az adó bevétel növekedésével, tehát erősödjön úgy a gazdaság, hogy több bevétel legyen a városnak. Ezt már messze túl teljesítettük. Én azt mondtam, hogy elégedett lennék, hogyha a következő 5 esztendőben, mondtam ezt 14-ben, olyan 200 milliárd forint körüli tőke érkezne a városba. Tehát ebben a tekintetben 600 milliárdnál tartunk, illetve egyéb Európai Uniós forrásoknál, amelyek nyilván még csak részben épültek be a város gazdaságába, hiszen az építkezések nagyon sok helyen még csak zajlanak, és a következő években ez megtörténik, de így is ezen a területen is bőven túltestettük. Tehát valóban azt tudom mondani, hogy az történt, amiről beszéltem, csak egy picit többet sikerült bizonyos tekintetben nyújtani, teljesíteni, amely meg benne lehet a pakliban, hogyha valóban az ember jól érez rá a dolgok lényegére. Na hát ennél nagyobban sose legyen, hogy sikerült újra teljesíteni egy-egy tervet. Igen. Itt ugye utalt rá, hogy szeretné ugyanezzel a csapattal folytatni majd az alpolgármesterek személyére. Egy picit avasson be minket abba, hogy hogyan alakul majd a nyár ugye a kampány tekintetében. Előbb-utóbb az önkormányzati képviselőjelölteket is meg kell nevezni. Hogy van az ütemezés a választásig? Tehát az ütemezés következőképpen néz ki. A következő 1-2 hétben fogjuk a képviselőtársakkal értékelni az elmúlt 5 éves munkát, és akkor annak megfelelően dönteni arról, hogy hogyan tovább. Lesz olyan képviselőnk, aki koránál fogva úgy dönt majd, vagy úgy döntött már az elmúlt időszakban, ez egy házon belül köztudott, hogy nem folytatja, de én azt gondolom, hogy a csapat az nagyon jó volt, hát mint ahogy az elmúlt 5 év teljesítménye mutatja. Ezt nyilván erre majd a konkrét értékelések során tudunk egész pontosan választ adni, hogy hogyan tovább egy-egy képviselőt illetően, és július közepén tervezzük azt, hogy a debreceni Fidesz csoport dönt majd a képviselőjelöltek személyéről, és akkor ott válik teljes mértékben világossá, hogy kivel és hogyan tovább.
Na akkor térjünk át a város ügyeire, már csak azért is, mert nyilván itt a nézőket mindig a konkrétumok érdeklik, hogy éppen egy-egy fejlesztés hogy áll például, ha csak arra gondolok, itt a strand abszolút aktuális, milyen jó lenne, ha már kész lenne ebben a melegben, ki lehetne próbálni a vadi új strandunkat, de jó lesz az jövőre is, hogyha elkészül. Mit lehet tudni ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban? Sikerül-e tartani a határidőket, hogy halad a munka? A határidőket igen. A munka az most készültségi fokot nem fog tudni mondani, mert körülbelül egy olyan egy hónapja jártam kint utoljára a strand területén. De hát ugye aki arra sétál, látja, hogy már a Palagi út felüli oldalon elérte a legmagasabb pontját a létesítmény, ott már a áthideló fémgerendák is bekerültek az építmény tetejére, és ugye szépen megyünk az épület hátsó része felé, akkor ott folytatódik ugye majd a munka, illetve a gyermekmedencék és különböző attrakciós elemeknek a készítése, beépítése történik a következő hónapokban. Szerintem egy picit azzal még adósak vagyunk, hogy milyen élményelemek lesznek. Mégis, mert ugye vizuálisan, strand, persze, vizuálisan animációs filmekben bemutattuk, hogy hogyan fog ez madártávlatból kinézni ez a létesítmény, de igazán a finomságokat még nem tudtuk megmutatni. A élményelemekről készült látványtervek, látványképi anyagok azok jövő hétre elkészülnek, és hogyha minden összeáll, akkor a jövő héten ezt szeretném is bemutatni majd. Pontosan megmutatva, hogy milyen csúszdák lesznek, milyen lesz a gyermekvilág, a gyermekmedencéknek a hangulata, ugye különböző korosztályok, a 0-tól 3-ig, aztán a 6 éves korig, 6-12, hol helyezkedik majd el a hullámmedence, tehát nagyon-nagyon sok érdekességgel fogunk tudni szolgálni a közeljövőben, ezt be fogjuk mutatni, és a pavilonsor is készül, az úgynevezett új nagyerdei sétány, a varázssétánynak nevezett attrakciós elem. Ezt is jól lehet látni már a Palagi útról. Tehát gőzelővel dolgoznak a fejlesztésen, ugyanúgy, ahogy a Nemzetközi Iskola projektjén is, hiszen szeptember 1-én nyitni kellene, így van, sőt nyitni kell, és ott is már a belső burkolási munkálatoknál tartanak, tehát ott is megfeszített tempóval, de megy a dolog. Ugye ezt az évet, 2019-et egy kimagaslóan nagy költségvetési főösszeggel abszolváljuk. Nagyon magas a beruházási keret, ami rendkívül nagy terhet jelent egyébként, mind a hivatal személyi állományára is. Tehát százas nagyságrendben visznek a kollégák projekteket, tehát ilyen leterheltség őszintén mondom még nem volt a város történetében, hogy egyidejűleg ennyi fejlesztést kell vinni, ennyi fejlesztésre kell koncentrálni. Nyilván ezt a piac is érzi, hogy rendkívül sok munka lehetőség van. Ez közgyűlési üléseken már szóba került, de pont a napokban találkoztam a polgármester kollégákkal itt Debrecenben a régióból, és mindenhol ugyanaz a vélemény, hogy egyre kevesebb a kivitelező, és egyre magasabbak az árak. Tehát itt majd jól kell, adott esetben akár lehet, hogy át kell tolni egy-két fejlesztést 2020-ra, annak érdekében, hogy azért egy picit ennek megállt tudjunk szabni, egy picit széjjelebb húzni a fejlesztéseket, mert nagyon komoly finanszírozási kérdések vannak. Ezt az évet rekordmagas főösszeg mellett ugye, igyekszünk hitel nélkül abszolválni, megvalósítani, tehát ez továbbra is fenntartott célunk, de tehát egy nagyon-nagyon feszített gazdálkodást viszünk most. Ugye a közelmúltban szintén egy nagyon pozitív bejelentés volt, hogy a Latinovic Színház problematikája végre megoldódik, és lesz ott valóban egy színházunk pluszba, amellett, hogy a Csokonai is szépen megújulhat. Ezekkel mi a helyzet? Mikorra lehet mondjuk belőni azt, hogy igen, be lehet menni egy felújított Csokonai színházba megnézni egy előadást, vagy éppen a Latinovicot megnézni, hogy mégis milyen repertoárt nyújt majd? Tegnap aláírtam a szerződést, ugye a irányítóhatóság és a partner szervezetek, a Csokonai Színház, ugye a nagyváradi partner szervezetek egy közös szerződésben vállalják majd az együttműködést a projekt megvalósítására.
Én rendkívül boldog voltam, hogy eljött az a pillanat, hogy a Latonovics Színház fejlesztésre vonatkozó szerződés aláírhatóvá vált, tehát ez a tegnapi nap folyamán megtörtént. Lesz majd ugye ez egy Európai Uniós projekt, lesz majd nyitókonferencia, a kollégák most már dolgoznak a közbeszerzési kiírásán a fejlesztésnek. Azt is igyekszünk majd még a nyár folyamán megjelentetni, hogy valóban 2020-ban elkezdődhessen a munka, és mondjuk 2021-ben már ott évadot lehessen nyitni. És hát ezzel párhuzamosan zajlik majd a Csokonai Színház felújítása is. Holnap van az évadzáróülés, és ott szeretném bemutatni a új terveket, a látványterveket, egy kis animáció segítségével, hogy hogyan fog kinézni a felújított Csokonai Színház. De a tervezési folyamat szintén ezen nyáron lezárul, és aztán ősszel itt is szeretnénk a közbeszerzési folyamatokat elindítani, hogy ott is elkezdődhessen a munka. Ugye ez egy rendkívüli helyzetet teremt majd Debrecenben, mert gyakorlatilag nem lesz színházi helyszín, ami erre a funkcióra épült. Éppen ezért ugye már a kollégák, a polgármester úr, illetve Gemza Péter igazgató úr bejelentették, hogy milyen helyszíneken folyik majd a színház élet Debrecenben a következő két lesz, évben. Igen, a kultúrát szó szerint bevisszük a stadionba. A stadion multifunkcionalitása abszolút alkalmassá teszi arra, hogy nyilván átmenetileg, de a színházi igényeket kielégítse, és természetesen más helyszínek, a Vígmozi épülete, vagy akár a Vasutas Művelési Központ is szóba jöhet majd játszóhelyekként. Nyilván kérjük majd a színház szerető közönség megértését, de ebben a ciklusban számos olyan ügy végére tudunk pontot tenni, úgy érzem, amelyek hosszú-hosszú évek óta húzódtak. Ugye sokkal kisebb jelentőségű ugye a Nagy Debrecen vonatkozásában, mint egy színház felújítása, a Halát nagycsere ivóvíz problémájának megoldása. A szerződés ott is alá lett írva, aláírtam két pár nappal ezelőtt, és valószínűleg július elején, első felében már el is indulnak a munkálatok. Tehát ez is egy sok évtizedes probléma volt, és hát rövidesen ugye a közlekedésfejlesztés területén, amely egy örök feladat a városvezetés számára, szintén nagyon fontos bejelentéseket tudunk tenni majd a következő napokban, hetekben, akkor ennek a feltételei már végérvényesen és teljes egészében összeállnak. Itt is jó pár olyan csomópont kerülhet majd szóba a fejlesztések kapcsán, amelyek eddig nem nyertek megoldást és neuralgikusak a közlekedés szempontjából. Mozgalmas hetek várnak ránk akkor a továbbiakban is. Ugye nyilván a nézők nem néznék el nekem, hanem tennék fel kérdést a BMW-vel kapcsolatban. Az Északnyugati Gazdasági Övezetben ugye zajlik a munka javában, és ősszel át kellene adni a területet majd a németeknek. Hogy állunk ebben a folyamatban? Ugye havi rendszerességgel van egy felsővezetői értekezlet. Amikor itt volt Palkovics miniszter úr a múlt héten, akkor erről néhány szót ejtettem. Nyilván ezeket nem látják a általában véve, nem nyilvánosak ezek a találkozók, ahol értékeljük a munkafolyamatokat. Én egy nagyon jó kooperációt érzek a BMW munkatársai, mérnökei, felsővezetői, a városvezetés, és nyilván a LDCD, illetve a kivitelezők között. Ilyen volumenű beruházást a város szintén nem koordinált, ez egy ugye 22 milliárd forintos szerződést kötöttünk magának a 400 hektáros területnek a teljes előkészítésére, építési területté alakítására. Ahogy említettem, 15-20% közötti készültségi fok van, rövidesen megkezdődnek majd szerintem a július első felében a drénezési munkálatok, a csapadékvizelvezetés, a szintezése történik meg a területnek, és valóban ősszel a területnek azt a részét, ahol megindulnak majd a cöröpözési munkálatok, az alapozási munkálatok, azokat át kell majd adni. És a munkafolyamatok azok nem zárulnak még le, tehát azok mennek majd tovább. Ugye a végső határidő az jövő év tavasza, április vége, és egy továbbiakban is egy nagyon szoros együttműködés. Ugye sok sajtóhír látott napvilágot itt a esetleges csúszásokkal kapcsolatban, semmilyen jelzést a BMW-től nem kaptunk.
és a folyamatok ugyanúgy zajlanak, mint ahogy eddig, sőt, igyekszünk egy picit még rá is kapcsolni erre a tevékenységre. Tehát az azt jelenti, hogy jövőre itt már a BMW építi konkrétan a gyárát, ha minden jól megy. Az Északnyugati Gazdaság övezetben így van az a cél, hogy jövőre már a magasépítési munkálatok zajlanak. Ugye nyilván ehhez kapcsolódik az is, hogy egy oktatásfejlesztési csomagot jelentett be Palkovics miniszter úr itt szintén a napokban. Nagyon komoly pénzekről van szó megint, és komoly átalakításokról, ami az oktatási rendszert illeti. Ennyire kell, szükséges igazodni a BMW ideérkezéséhez, vagy ez megint egy olyan folyamat, ami mondjuk előkészítheti a további bejelentéseket akár, vagy azt a profilt, amit Debrecen kialakított most már magának? És hogyha valaki figyelemmel kíséri a város elmúlt 5 évének az alakítását, akkor meg a változásokat, akkor azt érzékelheti, hogy megvoltak a különböző fókuszterületek. Az új Főnix terv, amely ennek a ciklusnak a fő fejlesztési irányvonalát jegyzi, és tehát a fő fejlesztési terméke, hogy így fogalmazok, kijelölte ezeket a fókuszterületeket. Ebben ott volt a gazdaságfejlesztés, ott volt a közlekedésfejlesztés, az oktatásfejlesztés, a kultúra. Ugye nagyon szépen körülhatároltuk a feladatokat, hol, milyen területen mit akarunk megvalósítani, és az oktatásfejlesztési programunkban ott volt, hogy a regionális szerepkörnek az erősítése az kifejezetten cél számunkra. És ugye ez az, amikor a különböző területeken zajló folyamatok elkezdenek összekapaszkodni és egymást erősíteni. A kormánnyal együtt szándékunk az, hogy Debrecen regionális kihatását jelentős mértékben növeljük. Ez megtörtént a gazdaságfejlesztés területén, rendkívül komoly működőtőke érkezik a városba, nagyvállalatok, új munkahelyek. Az oktatásnak ezt le kell követnie, de az oktatás az nem csak is kizárólag mondjuk a BMW érdekében, vagy a Continental érdekében, vagy más Debrecenben működő National Instruments, Teva, Richter, stb. Érdekében történik, hanem a város egész gazdaságát igyekszik majd kiszolgálni, és ezzel együtt Debrecen regionális szerepét növelni. Egy olyan léptékű oktatásfejlesztési programról beszélt a miniszter úr, Palkovics miniszter úr a múlt héten, amely történelmi jelentőségű. Tehát a debreceni egyetem fölépítése óta ilyen léptékű oktatásfejlesztési program nem volt Debrecenben. Tehát az elmúlt 100 év a legnagyobb. Tehát lehet mérföldköveket természetesen mondani, hogy a református kollégium megalapítása és fölépülése, majd fejlődése a városban, a debreceni egyetem, amely részben a kollégiumból nőtt ki, a kollégium professzorai léptek át a debreceni egyetemre, ugye a 20. század elején, és vették át az oktatás felsőoktatási szerepkörét, és most pedig az elért gazdaságfejlesztési folyamatok, a város regionális kihatása mellett ugye az oktatás jelentőségét és oktatás minőségi fejlesztését tudjuk beépíteni ebbe a nagy mozaikba, és valóban azt lehet mondani, hogy mind a debreceni egyetem, mind pedig a debreceni szakképzési rendszer rendkívül nagyot lép előre. Miniszter úr mondott olyan fejlesztéseket is, amelyek eddig nem feltétlenül voltak a köztudatban. A város regionális szerepkörének növelése az azt is jelenti, hogy adott esetben olyan nyelvű, kéttannyelvű intézményeket, középiskolákat, szakképző intézményeket is hozzunk létre, amely nyelvek jellemzik a régiót. Tehát ruszin, román nyelvek, és ez persze magyar nyelvvel párosítva. Tehát kéttannyelvű intézmények létrehozása is részét képezik majd. Ez kifejezetten a regionális hatása ennek az oktatásfejlesztési programnak. Egy másik miniszter, Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Debrecen a beruházási bajnok. Itt most ugye feltetném azt a kérdést viccesen, hogy meg tudjuk-e védeni a bajnoki címünket a következő években. Tehát ez a folyamat vajon továbbra is jellemző lesz a következő években, vagy most már az a feladat tényleg, hogy próbáljuk meg ezekhez a beruházásokhoz igazítani az oktatási rendszert, a munkaerőt megteremteni hozzá, hogy tudjuk tartani a lépést a gazdasági fejlődéssel? Nekem meggyőződésem, hogy meg tudjuk őrizni ezt a bajnoki címet.
egyrészt az elmúlt 5 évben itt megvalósult munkahelyteremtő beruházások óhatatlanul hoznak magukkal egyrészt a cégek vonatkozásában egy saját fejlődést. Ha megnézzük az elmúlt 20-25 évét Debrecennek, az a vállalat, amelyik Debrecenbe költözött, az soha nem állt meg azon a szinten, amelyen elkezdte itt a működést. Csak nézzük meg a National Instruments-et, ha jól emlékszem, 150-200 fővel kezdték el a működésüket, ma 1500 fő fölött járnak, és 2-3 évente egy új egységet hoznak létre, minőségi munkát biztosítva ezáltal, vagy munkalehetőséget biztosítva az itt tanuló fiataloknak, diákoknak. Ugyanez lesz természetesen ezeknél a vállalatoknál is, amelyek ide költöztek az elmúlt években, de egy beszállítói hullám az mindenképpen következik majd, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek sikerei után sincs pauza, hanem folyamatos a város, folyamatosan visszük a tárgyalásokat az újabb és újabb gazdasági szereplőkkel, nagyon nagy az érdeklődés a város iránt, amelyre még csak rá fog erősíteni ez az oktatásfejlesztési program. Mert Magyarország legnagyobb hatósugarú, legnagyobb hatóerejű oktatási rendszerét tudjuk majd létrehozni, amely a diák létszám nagyon jelentős növekedését is tudja majd biztosítani, mind a középfokú oktatásban, mind pedig a felső oktatásban. Ezen a sajtótájékoztatón múlt hét pénteken én elmondtam azokat a célszámokat, amelyekre törekszünk. Tehát a középfokú szakképzésben 2025-ig egy 15 ezer diákot szeretnénk majd látni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2025 és 2015 között megduplázódik a diák létszám a szakképzési centrum rendszerében, és egy nagyon dinamikus, jelentős mértékben a mérnöki karokra fókuszáló diák létszám növekedést, infrastruktúra és képzési feltételek javítását vizionáljuk szintén a következő évtized közepéig a felsőoktatásban. Hát ezek a folyamatok erősítik egymást, és hogyha mondjuk egy befektető Magyarországot vizsgálja, akár nem csak külföldről, hanem most már ugye beszélhetünk a KKV-król is, meg a magyarországi nagyobb vállalatokról, a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb megoldás amellett a város mellett lesz dönteni, amelyik a legtöbb szakképzett munkaerőt tudja majd számára biztosítani. Tehát ezek a folyamatok jól építik egymást, és ezért vagyok biztos abban, hogy a következő évek, illetve a következő évtized az a város további gazdasági erősödéséről fog szólni. Ez bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy egyfajta automatizmus is lesz. Nyilván nagyon sokat kell dolgozni, hogy a befektetők bizalmát megtartsuk, megőrizzük, megszerezzük, de vannak determinációk, amelyeket mi látunk ebben a rendszerben. Persze, ezeket mi ráadásul még segíteni is fogjuk, hogy tovább erősödjünk, de mivel van egyfajta determináció és automatizmus ebben a folyamatban, ezért mondom azt, hogy a következő évek a város építésről kell, hogy szóljanak majd, ott lesz a fókusz. Amellett, hogy a gazdaságfejlesztés, még egyszer mondom, rendkívül fontos lesz és nem veszít a jelentőségéből, de a városnak minden területen egyszerre kell növekednie. És egyre nagyobb jelentőséget fog kapni a városépítés, és a város peremkerületei ennek abszolút nyertesei lehetnek. Jelentheti ez azt is a jövőben a városépítés, hogy mondjuk most már a saját bőrükön is érezhetik a debreceni lakók, hogy még jobb itt élni, mert mondjuk beindult a zöldváros program, elkészül a strand, lesznek színházak, tehát lesznek most már olyan jóléti intézkedések is többségben, amiből tényleg profitálhatnak akár az egyszerű debreceni lakók? Minden intézkedésünk. Tehát amikor arról beszélek, hogy létrehoztunk 6000 új munkahelyet a kormánnyal és a befektetőkkel közösen itt Debrecenben, akkor ez pont a debreceniek szól elsősorban, mert nekem van egy munkahelyem, nekem nem kell még egy. Tehát főleg, hogyha a debreceniek bizalmát meg tudom tartani, akkor nekem ez pontosan elég. Tehát attól, hogy mondjuk 6000 új munkahely létrejött, nekem nem feltétlenül jobb, mert én a saját bőrömön nem érzem. Ezt pont a debreceniek érezhetik a saját bőrükön, hogy bőven válogathatnak a munkalehetőségek közül. És mivel a szakképzett munkaerő kulcskérdés, rendkívül fontos. Ezért ez nyilvánvalóan a bérekre gyakorolt hatását tekintve fölfelé tornázza a béreket, mert a nagyon jó szakemberekre, hangsúlyozva nagyon jó dolgozni akaró szakemberekre elképesztően nagy szükségük van a vállalatoknak.
és ezért nagyon komoly áldozatokat is képesek hozni. Munkakörülményekben, fizetésben, stb. Stb. Tehát ezek az új vállalatok, amelyek idejöttek, az elmúlt években egy tehát bizonyos értelemben kiemelkedően jó munkakultúrát, munkakörülményeket tudnak majd biztosítani. És hát önmagában ez a folyamat is a debrecenieknek szól természetesen, de hát emellett az új Phoenix-tervnek azok a fejlesztései. A Vénkerti Zöldváros program, a Libakerti, a Sestakerti, a reményeim szerint a nyáron elinduló Újkerti, aztán utána a Tócóskerti, Tócóvölgyi, persze, hát a kis piacok építése, tehát azért, ha valaki indul egy körre ebben a városban, tehát egy rakás toronydarút lát, mindenhol építkezés zajlik, néha még problémássá is teszi természetesen az életet. Ugye útépítések, a Pallagi úti körforgalom, közbeszerzési eljárásaink közül rövidesen zárjuk a Galamb-Vécsei kereszteződésére vonatkozó, tehát ott is elindulnak a munkálatok, tehát valóban azt lehet mondani, hogy tehát érezheti mindenki a saját bőrén, hogy zajlanak a városban nagyon jelentős fejlesztések. Na hát akkor ennek örülünk, és majd erre visszatérünk későbbiek, mondjuk 5 év múlva a következő ciklusszárás, hogy ehhez képest mennyivel érezzük jobban magunkat Debrecenben. Most elfogyott az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, ennyi fért a közügybe, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!